Üdvözlök mindenkit a következő Benuvelas adásban. Megérkeztem a kiállításomra, és most meg fogom nektek majd mutatni, hogyan is zajlik egy ilyen, mert tavaly már volt egy kiállítás, amit a Magnetbankban, és szeretném nektek bemutatni azokat a képeimet, amiket eddig kiállítottak. Fent az emeleten is van, illetve itt lent. Én arra gondoltam, körbe vezetlek benneteket, aztán pedig beszélek hozzátok pár szót. Na, nem csak az én képeimet állították ki, hanem más autista társaim képét is. Meg fogom nektek mutatni az első fotómat, jó? Vágjunk akkor bele. Tehát, itt van Vihar. Emlékeztek nyilván arra a kutyára, aki egy régi barátomnak a házi kedvence. Kiállításra került. A haveromat Attilának hívták, de már nem vagyunk barátok. Én ennek a kutyusnak emléket állítottam. Kicsit homályos a fény miatt. Persze más a fénybeállítás, nem úgy, mint a stúdióban. És itt van a nevem. Máté Bence, Vihar. Nagyon-nagyon szeretem ezt a kutyust, olyan aranyos. Egy husky kutya egyébként eredetileg. És ha megyünk tovább, akkor még más képem is itt van. La Segunda Quadro. Cseptenger. Ilyen itt van, látjátok? Meg akkor fotóztam, amikor egy kiadós eső volt a régi iskolám közelében, ahová esti iskolába jártam. Ez a Cseptenger című alkotásom. Itt minden olyan kép van csak kiállítva, tehát minden olyan fotón van csak kiállítva, amit a speciális géppel készítettem. Persze itt vannak a többiek fotói is. Ez pedig egy cirkuszi fotóm. Gyönyörűség a címe. Látjátok? Hát ez egy, emlékszem ezt a képet. Ebből a jelenetből hat példány készült, mert folyamatosan kattogtattam. Szóval itt is lesz egy képem valahol. Ja nem, vissza kell fordulni. Ideges vagyok emiatt, de hát mit csináljak, ez nagy tapasztalat az életemben. Itt van kettő egymás mellett. Látjátok, ez a metrós képem. Ez egy évvel ezelőtti fotóm. Ez akkor készült, amikor a kezembe kaptam a nagy gépet, hogy tudjak vele képeket készíteni. Ez pedig szintén egy Cseptengerhez hasonló quadro. Hát ennyi a kiállításom témája. Kint az állomás mindig üres szokott lenni, és ráadásul ezt nagyon szeretem.
pedig egy kicsit bejövök ide. Kicsit leülök ide, hogyha lehet. De valahova végsőtől ülünk, értetek? Ja. Most hát ebben a kiállításon 5 képet állítottak ki, és 6 órakor fog elkezdődni az előadás. Természetesen. Hát nem van ezzel, de nem érdekel, hogy megmondom valahogy a videó felrakását. Remélem, minden rendben lesz. Tetszik nekem ez a Tehát igazából ennyi. Szeretném, hogyha jól éreznétek magatokat, és nekem nagyon fontos az, hogy megmutassam nektek mindazt, amit alkottam, de nekem ez a nap nagyon fontos. Nagyon fontos minden szempontból, hiszen nekem, mint a Benovelász magazin szerkesztőjének, ez egy mérföldkő, értitek, ugye? És nekem azért fontos, hogy beszéljek erről. Ugye el is hoztam a 3 magazinomat. Elhoztam 3 magazinomat is, és természetesen azt is meg fogom majd mutatni azoknak az embereknek, akik eljönnek és megnézik a kiállításomat. És persze hagyok hát a névjegykártyát, hogy aki akar, még többen meg akarnak ismerni, azok megtudják az elérhetőségemet, és felfelség velem a kapcsolatban. Na, ennyit akartam mondani. Tehát így, ez egy óriási dolog, hogyha esetleg Dezső beszélni fog, akkor felveszem nektek Dezsőt is, és ha benne akar lenni az adásomban, akkor majd megismerhetitek őt még inkább. Tehát ugye láthattátok a Librettos videóban, vagyis a videóban, hogy feltöltöttem a csatornámat. Jó, egyébként így Navidad előtt pár nappal, tudjátok, a Navidad az karácsonyt jelent, és ez jó dolog egyébként. Tudjátok, hogy ilyen jó érzés. Na, hát akkor ennyi. Én most megyek visszavonulok, és nem sokára pedig találkozunk a megnyitón. Nos, sokára 6 óra lesz, és elkezdődik a kiállítás. Remélem, nagyon tetszik nektek is a műsor. Szépen apránként jön a többi vendég is. Nézzetek fel. Jó, mi? Fogok nektek most mutatni egy izgalmas részt. Tavaly is voltam már itt. Már Halloween-nak vége. És kinézünk ezen az ablakon, és láthatjuk a bulit. Na, csatlakozom a többiekhez. Hát most a helyet is kell foglalni. Megfigyelek mindenkit.
És én tisztem most, hogy a kiállítás meg is van. Koncz Dezső vagyok, aki nem ismerne, az Óbudai Fotoklub Egyesületnek a vezetője. És mielőtt a kiállításról beszélnék, egy olyan történetet mondanék el, ami ennek a fotós csoportnak a szikráját jelentette. Jó estét! Helyet lehet foglalni nyugodtan közöttünk. Jó magam a Szellő utcai iskolában egyben logopédusként dolgoztam elég sokáig, és hát beszédhibákat tanítottam a fiatalokat, már amit tudtam, és egyszer a kollégáim elém álltak kézenfogva egy fiatalemberrel, aki 12 éves volt, és azt mondták, hogy ez a fiú egyetlen hangot nem ad ki, egyetlen szót nem beszél, és próbáljak vele valamit kezdeni. Ő bizony egy olyan nem beszélő autista srác volt, akinek a intelligenciája azért elég magas volt, és hát próbálkoztam először a logopédia összes módszerét. Bevetettem, és kiderült, hogy semmi nem működött. Úgy rendesen falnak nézett, mintha ott se lennék a teremben, ketten voltunk. És ugye akkor én már ott egy-két fiatalról próbálkoztam a fotószakkör megteremtésével, és gyakorlatilag a fotószakkör, amit kaptunk akkor elég komoly fényképezőgépeket, és egyszerűen tök véletlenül a srácnak a kezébe nyomtam a gépet. És azt a mosolyt, azt látni kellett volna, amit a srác, ahogy elkezdett kattogni, átélt, és elkezdett fényképezni. És a legnagyobb meglepetésemre csak a plafont fényképezte, aztán utána fogtam, kivittem a szabadba, ott is az eget fényképezte, a lámpákat, az épületeknek a tetejét, és egy idő után kezdtem rájönni, hogy ennél a srácnál a világ 15 méter magasan kezdődik. Alatta semmi. Nagyon-nagyon hosszú időbe telt, amire a nézőpontját azért egy kicsit le tudtam vinni, de annyira tehetséges fiú volt, hogy egy év múlva olyan sok ragyogó képe gyűlt össze, hogy a Leheltéri galériában tudtunk egy önálló fotókiállítást tartani az ő képeiből. 50 képből, ezt most halálkomolyan mondom, a sajtó megőrült, hogy hogy van az, hogy egy olyan fiú, aki még azt sem mondja, hogy és, azt sem mondja, hogy te, semmit nem mond, ilyen képeket tud fényképezni. És gyakorlatilag a történet innen kezdődik, mert amikor az Óbuda Fotoklub Egyesületnek lettem vezetője, és akkor kiderült, hogy van egy-két olyan ismerős a klubban, akik szintén pedagógusok, értenek a pedagógiához, és akkor elhatároztuk, hogy csinálunk egy külön csoportot, kicsiben indult el a dolog. Egy-ketten, hál' Istennek vagyok itt, akik akkor az indulásnál ott voltak. És aztán utána én nekem volt egy nagy élményem, például szépen lassan futunk befelé, foglaljatok helyet, gyertek közelebb. Megismerkedtem Csendes Péter fotóművészel, aki itt áll előttem, és ő már elég régóta foglalkozott autista fiatalok fotózásával. Tanította őket, megtanította kezelni a gépet, és akkor úgy gondoltuk, hogy ha összefogunk, akkor tudunk csinálni valami izgalmasat. Én úgy gondolom, hogy itt a valahol birtokba vettük az egész magnetházat, mert nem csak a alsó teremben vagyunk kiállítva, hanem fönt a alsó végig és az emeleten a galériában a képekzőben egyébként ott állunk. És én úgy gondolom, hogy ezek között a képek között igencsak erősen művészi alkotások vannak, és nekem igazából, aminek még ti se tudjátok nagyon, hogy a csoportot én beneveztem a MAFOSZ tagjának. Tehát az autista fotós csoport külön tagja a MAFOSZ-nak, az a Magyar
Magyarországos Egyesületének, és ez azt jelenti, hogy ettől kezdve, hogyha olyan pályázatok vannak, ahol a MAF-hoz szerepel, akkor ti ott külön el tudtok indulni a saját kollekciótokkal. Külön egyénileg azt is javaslom majd egy-két embernek, azt most Péterrel egyeztetünk, hogy akár országos pályázatokon induljanak el, egyénileg is, mert annyira szép képek vannak, hogy érdemes velük megpróbálkozni, egyrészt azért, hogy legyen valami olyan sikerélményetek, visszajelzésetek, ami a fotókon keresztül jön hozzátok, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a fotózásban ez a legszebb dolog, hogy szép. Tehát amit láttok, ahogyan látjátok, az nagyon szép. És hogyha azt vissza tudjuk hozni, akkor ilyen kiállítást tudunk összerakni, mint ebben az évben is. Itt azért meg kell említenem, hogy az a kiállítás azért úgy áll össze, hogy egyrészt az első között kaptunk egy támogatást a Nikontól. Ugye amikor én mondtam, hogy hát vagyunk egy páran már, de fényképezőgépünk az még elég gyenge kategória, meg nincs is, akkor legtöbbet fényképezni, hogy hívják a fényképeztek, valaki kikerészik meg. Jó kedve van. Tehát a Nikon az első szóra adott három igen komoly fényképezőgépet, aki ismeri a Nikont, kaptunk 3-5005-ös fényképezőgépet gratis. Tehát azt úgy adták oda, hogy az a miénk. Van, amit közösen használunk, a közös fotózásokon közösen használtuk, és van olyan, amit azért ki tudtam adni egy olyan embernek, akiben azt mondom, hogy érdemes a kezébe adni komolyan fényképezőgépet. Egyébként a célja ennek az, hogy mindenki biztosan tudja kezelni a gépet. A másik támogatónk a EMMI, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és amikor én teljesen véletlenül elmeséltem, akkor még cirkuszigazgató Fekete Péter úrnak, hogy van egy ilyen kezdeményezésünk, ő egy államtitkár, mondja, azt hittem, hogy tehát Fekete Péter államtitkár úrnak elmeséltem ezt a, hogy elindítottunk egy ilyet, akkor ő rögtön mögénk állt, és ezek a kiállítások azért anyagilag elsősorban neki köszönhetőek, és neki köszönhető az is pontosabban a minisztériumnak, mert a pénzt azért nem adja a minisztérium, hogy a közös fotózásainknak a költségeit is ezekből tudjuk állni, amiből jövőre szeretnénk még többet. Most a Covid egy kicsit megakadályozta azt, hogy itt tudjunk közösen mozogni, meg kevésbé voltak ott ti is aktívak, már azzal, hogy kimentitek utcára, a meghirdettünkért kevesen voltunk, de ettől függetlenül az a cél, hogy ezeket folytassuk. És tulajdonképpen harmadikként meg kell említenem magát a házat. Mert ugye amikor én ezelőtt 2 évvel ide először bejöttem, és azt mondtam, hogy de szép, tényleg nagyon jó, nem kimondott kiállító hely, de azért arról alkalmas, hogy jó helyen van, szép közegben van, szép falai vannak, szép lépcsőháza van, tehát itt el tudtam már akkor képzelni egy kiállítást, és a Magnetház volt az, aki először egy kicsit ettől tartózkodott, mert nem tudta, hogy mi lesz ebből, mi lesz a vége. Tavaly a legsűrűbb Covid-ban sikerült megcsinálnunk egy kiállítást, amit nem én nyitottam meg, hanem Kodos Péter, aki járt velünk közösen fotózni, azt talán emlékszik a Péterre, hogy ő jött velünk fotósétákon, segítette a munkátokat. Tehát igazából egy nagy művész állt mögé a dolognak, és van még egy nagy művészünk, a Keleti Éva fotóművésznő, aki amikor megjön egy ilyen anyag, összerakunk egy anyagot, hogy mit szeretnénk kiállítani, a válogatósban ő segít legtöbbet. Tehát ő az, aki azt mondja, hogy az volt ugye az alapkoncept, hogy mindenkitől legalább egy kép legyen, tehát az természetes, és ő volt az, aki azt mondta, hogy egy gyönyörű anyagban önállóan is megállt a helyét, ebből aztán lehet kiállítást csinálni. Az igazság az, hogy ennél 3-szor ennyi fotó jött be, és nagyon-nagyon nehezen sikerült leszűkíteni a tört annyira, hogy ezek így ki lettek állítva. Aminek én nagyon örülök, hogy a Magnetháznak a tavalyi sikere felbúzdulva már akkor jelezték,
hogy jó lenne ebből hagyományt csinálni és folytatni, tehát hogy idén is megtartatjuk, ami viszont azt jelenti, én ugye, ha jól emlékszem, tegnap előtt segítettek kollégáim fölrakni képeket, és már most érezhető az a siker, itt a házon belül azért nagyon sokan dolgoznak, nagyon sok csoport működik, és ők körbe szokták járni a képeket, sőt, amikor raktuk fel, akkor kérdezősködtek, és ugye azért tájékoztattuk őket, hogy miről szól ez a história, és már akkor én úgy könyveltem el a siker, amit kiraktunk, és remélem, hogy a egy hónapig lesznek innen a képek, tehát egy hónapig nagyon-nagyon sok ember fogja látni az alkotásaitokat, és hát tulajdonképpen végül is ez is a cél. Én remélem, hogy következő évtől, amikor már egy kicsit szabadabban lehet majd mozogni, bízunk benne, meg fényképezni, akkortól kezdve sokkal többet tudunk közösen együttműködni. Azt tervezzük, hogy akár ezt a kiállítást, akár a tavalyi kiállításból egy összeállítást elviszünk vidéki városokba is, és megpróbáljuk ott is megtölteni a helyi közösségnek a termet, főleg ott, ahol igen erősen foglalkoznak az autizmus tényével, tehát jól kezelik és jó. Vannak rendes olyan házak, ahol oktatás folyik, ahol beszélgetések folynak, tehát olyan helyre próbáljuk majd elvinni Magyarországon a kiállításokat. Nem titkoltam azzal a célra, hogy egy kicsit országossá bővítsük ezt a mozgalmat, mert ez most már egy kicsit mozgalom. Én múltkor megszámoltam, 23-an vagyunk összesen, akik fotóznak, és ebből itt most 18 embernek van kiállítása, és külön gratulálok minden egyes alkotónak, minden egyes fotóművésznek, mert amit csináltatok, az csodaszép. És azt hiszem, hogy ennél szebb szóval nem is tudom megnyitni a kiállítást, hogy nézzétek végig az alkotásokat, mert szépek, akár külön-külön, és egy nagy kérdésem van. Van ott a kék asztalon egy vendégkönyv, és az nagyon jó lenne, hogy a vendégkönyvbe mindenki egy-egy mondatot, vagy csak a nevét beírná, hogy azért lássuk, hogy ki volt itt, és ki volt az, aki megtisztelt minket. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor én azt mondom, hogy jó szórakozást a kiállításhoz. A hírét terjesszétek, mert ide bármikor be lehet jönni, és végül lehet jönni. Tehát nem kell hozzá belépőt szednünk, vagy fizetni, hanem egyszerűen arról szól az egész, hogy nyitva van, nyitva tartásít, hogy az ki van írva, és akkortól kezdve zárásig meg lehet nézni a képeket. És köszönöm szépen, hogy eljöttetek meg a figyelmeteket, és hát szép fényeket. Szerzett fogadókat. Jó napot, tese! Jó napot!
Véget ért a kiállításom, most megyek a Kisföld alatti felé. Kicsivel hosszabbra számítottam. Tessék. Na mindegy, így is jól sikerült. Megyek a Kisföld alattival fogok hazaindulni. Csak hogyan fog? Keresem az M betűt. Látom is. Hát öt képen volt kirakva, láthattátok. Igazából ez volt a lényeg, hogy lássák mások is, és egy hónapig lesz kirakva az alkotásaim. Az is gondolkozom, hogy kéne egy jobb gépet vásárolni, de ugye azt akárhol nem tudom használni. Jó is, mert hogyha tervezek menni külföldre, főleg vissza Spanyolországba, akkor majd jobb lesz, hogyha lesz egy új gépem, amivel csodálatos képeket tudok majd csinálni. Várat vagyok nagyon. Pillanatot nézem, hogy jön-e valami. Hogy melyik oldal, mindig elfelejtem, melyik oldalon van a Vörösmarty tér felé vezető út. Ugyanon kettes villamosra fogok hazamenni. Vittem az újságjaimból is, a Venovelász magazinokból. Egy csomó képanyagot csináltam, meg videóanyagot. Na, hideg van. Szerintem engem a mexikói út az arra van. És jó úton vagyok a Vörösmarty. Jó! És nem megyek a föld alá. Mindig meleg van. Na nézzétek, gyönyörű az Andrássy út kivilágítva. Aki nem budapesti néz, vagy aki nem budapesti, annak meg akarom mutatni, hogy mennyire gyönyörű. Látjátok? Én idén úgyse vittelek benneteket sehova télen. Na. Nézzem, hogy kell a jegyet mutatni. Mindenhol ott vannak a... Szeretem a Kisföld alatti illatát. Nem jön semmi, jó? Most nem fogok veletek beszélgetni, mert sokan vannak. Később folytatjuk. A Deák Ferenc tér következik. Átszállhatnak az M2-es metróra. Az M3-as metró helyett ezen a szakaszon... A Vörösmarty tér jön. The next station is De            szerzegedik. The next station is Deák Ferenc tér. Changjiet, Metro Line M2. Metro Line M3 is replaced by buses.
on this section. Zárom ezt a mai adást, mert fáradt vagyok, már nem akarok a stúdióba menni. Van fent barikádozós vásár, de én nem fogom nektek megmutatni, látásra se érdemes. Hát egy-két dolgot azért meg fogok nektek itt mutatni, ami látványos. Itt nem budapestiek. Szerintem egy élmény. Látjátok? Látjátok? Néha úgy megnézem, milyen a spanyol karácsonyi vásár. Biztos, hogy ott egészen más hangulat uralkodik. Megnézném, hogy milyen. De jaj, de édes, ezt nézzétek. Maci. Szerencsénk, ezt akkor fényvillamossal megyünk haza. Fáradt vagyok, éhes is vagyok, de majd fogok úgyis elni, ha hazaértem. Mert hogy beugrom a kínaiba, eszem egy tésztát, és azt kívántam meg. Ilyenkor az a legjobb az ebben a téli napokban, hogy ilyenkor ilyen finom, ilyen csípős dolgokat kell enni. Meg minden. Emlékszem rá, amikor Spanyolországban voltam, és este az első estét ott töltöttem a tesómmal és a sogorommal, mert velük mentem el. Akkor ugye nagyon sok régiséget láttam a kirakatokban, meg minden. És mindenféle vidám dolgot láttam. Hú, nézzétek! Esti vigadó. Itt 1999-ben felléptem. Vakvárjú étterem van itt. Itt is voltam. A zeneiskolával, látjátok? És igazából az utolsó karácsonyi koncert volt a zeneiskolával. Na mindegy. Visszatérve Barcelonára. Nagyon finom
grillhúsokat tettem ott. Már az első este cannelloni tettem. És olyan gyönyörű volt a spanyol éjszaka, spanyol késő este. Nagyon tetszett egyébként. Gondolom, ez is le van zárva. Megnézem, hogy akkor megnézlek, mekkor elviszel benneteket már ide, hogyha ez nyitva van, a Fashion Street. Ha nincs, akkor viszont megyünk hátra arc. Hát ezt nagyon szerettem egyébként, ezt a csillogó-villogó világot. Most igazából nem akarok még hazamenni, őszintén szólva. Van nekem védettségi igazolvány, már tudok menni, ha akarok. Rohadtul nem érdekel a... ez az egész dolog. Szomos marcipán. Igen, volt egy lemezüzlet a közelben. Na, ez István barátomnak, ezt le neki, mert oda van a Mercedes kocsiért. Ez István barátomnak csinálom. Elektromos kocsi. Na. Imádom ezeket a ledeket, annyira szépek. Unalmasak. Hú, ezt is Istvánnak le. Amit te láttam István barátomnak. Ki akar beülni? Szerintem eléggé meg tuti meg is váznánk. Árbol de Navidad. Na, hogy tetszik? Feliz Navidad! Találtam. Egész jó. Pasi babák. Arc nélküli. A nővérem régen a Városházán dolgozott, akkor sokszor jöttünk ide ki a sokat jöttünk ki egyébként vásárba, meg mindenbe. Nézzétek!
Gyönyörű, mi? Szép fény áradattal ajándékozlak meg titeket. Ez a Benoveles magazin egyik ajándéka nektek. Én nem tudom, hogy ki az, aki budapesti nézőm. Na. De ez a kellemes kürtös palácsillat. Nem akarok belevenni magát. Na, István barátomnak ez. Na, hogy tetszik nektek a Navidad hangulat? Egy a probléma, hogy mindenen átlagos, és az idegesít. De nem baj. Ott, amit belépek a lakás ajtaján, bekapcsolom a kedvenceimet. Na is, elhozhattam volna ide. Na. Vannak a olaszok. Az persze lehet. Bocsánat, nem akarok én ünneprontó lenni, vagy ilyesmi. Sándor, indulunk haza, jó? Mert olyan sokan vannak, hogy ezt már nehezen viselem. Semmiképpen sem veszek szuvenírt. Van egy csomó díszünk, meg mindenünk. Nem lesz rá szükségünk egyébként. Nézd, még az első videó sorozatomban voltam egy vásárban, még 6 évvel ezelőtt. Na most, most mégis meg kell nektek ezt. Ezt nézzétek, ezt nézzétek, ezt. Csitettséget. Ez megy a sok angol duma. Azt hiszik a magyarok, hogy angolok. Lassan el fogják hinni. Ezt nézzétek meg. Ezt nézzétek. Na jó. Akkor még állj be sorba is, hogy bemehessél. Durva. Masszik, hogy a Covid pont ide akar majd jönni. Durva nagyon. Na, ez is jó. Na, hát következő van, és
ezek meg. Ez a kiközösítettség. Ez. Erről meséltem nektek. Ugyanolyan, ugyanannyi ember van bent, mint a Fashion Street-en. Ugyanannyi. És mégis zajlik az embereknek a bántása. Lassan hazamegyek, és elbúcsózom tőletek, most nem akarok a stúdióba menni. Pontosan megyek a stúdiómba, de most már fáradt vagyok, hogy értitek, hogy beszélgessünk. És pihenni szeretnék, kicsit rendbe jönni, aztán pedig nem tudom, mi lesz. Kicsit sok volt nekem ez a mai nap. Át vagyok ezen az úttesten. Akkor a kört kell megtenni, hogy át lehessen menni. Én örültem a mai kiállításomnak, mert újabb sikerélménnyel lettem gazdagabb. Most már ünnepekre fogok készülni, mert csak néhány nap is itt a Navidad. Nem a Christmas, hanem a Navidad, mert nekem Navidad van. Én mindig spanyolos vagyok ilyen szempontból is. Aztán pedig ennyi. Na, megyek haza, jó? És ti meg vigyázzatok magatokra. Kellemes estét vagy napot nektek, és a következő adásban már a stúdióból jelentkezem, jó? Na, sziasztok!